Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Pax Zalaegerszeg, tehát az OTP Bankliga 7. fordulójából. És zalaegerszegi szabadrugás, Szántó végzi el. Veszélyes, ott az üres ember, Könyves, teljesen tisztán, és megszerzi a Zalaegerszeg gólját. És aztán, ahogy az kell, nem ünnepelteti magát. Könyves Norbert, 4. gólja ebben a szezonban, nagyon-nagyon tisztán hagyták, elfeledkeztek róla. Veszélyesen jött középre ez a szabadrugás. Remek a lefejelt labda, és Könyves teljesen tisztán ott van, és elgurítja a Hegedűs mellett. 1-0-ra vezet az Zalaegerszeg. Böde Dániel lesz reklamál, de hát nem volt az. Ez így hiba, Könyves. Böde, és aztán Osvárt takarít. De még mindig ott a labda, Könyves elé pattan le, Könyves átgurítja a másik oldalra, és kimarad az ittszer. Sajbám. Bertus át a hosszú oldalra, ott van két játékos is, Szakály középre, még mindig ott van Sajbán, lekészíti, Balog, és egyenlít a Paks. 1-1 az első félidő, ráadásában az utolsó pillanatokban. Az első gólját szerzi Balog ebben a szezonban. Arra azért már kevés esély volt, hogy itt az utolsó másodpercekben jön a gól. Nem tudnak felszabadítani az zalaegerszegi védők, és aztán Balognak lekészítik, bár már többen is ellőhették volna akár. Itt például Sajbán, de inkább megvárta, hogy egy jobb pozícióban lévő társnak adja. Balog a gólszerző. Bertus szöglete. Ott a labda még mindig, és megpattan, vagy egy védőn, vagy Gévain Hán lövése, és ez talál utat a zalaegerszegi kapuba. A Paksi együttes. Na nézzük, Hán itt ellövi. Hát. Na nézzük még egyszer. Hát, hogy Gévai vagy a védőről megy be, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy megszerzi a vezetést a Paks. Ez viszont egy remek kiugratás, Könyves pedig a remekül is teszi maga elé. Könyves, Osvát visszazár, ezzel oda a lehetőség és a lendület, de még mindig ott a helyzet fölé. Zalaegerszegi szöglet. Hegedűs, középre Balog. És most 2-1-re eljöhet a Paks. 2-1-re eljöhet a Paksi együttes. Kint a kapujából a zalaegerszegi kapus a Demjén, és aztán megszerzi, de visszajut a Paksiakhoz, és szinte félpályáról Hán újabb gólt szerez. Mekkora hiba! Mekkora kapus hiba! Itt van még egyszer, itt megszerzi Demjén, de aztán csinál egy cselt teljesen fölöslegesen. Hán pedig bármekkora is az a távolság, onnan azt kihasználja. Így indul meg ez a helyzet. 2-1-re eljöhetne a Paksi együttes. Jön Demjén, de nem tudta biztosan, hogy jöjjön vagy ne jöjjön. Aztán megszerzi, ez teljesen rendben van, de utána elkezd cselezni, és ez már nincs.